Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Egy hónapja nem volt már rendelés elemzéses videó, úgyhogy most hoztam nektek megjött a nagy csomagom, úgyhogy megmutatnám, hogy miket rendeltem. Most egész izgalmas, mert szinte mindenem elfogyott, és újdonságok is vannak. Sőt, tudjátok, van ez a TRN nevezetű melegítője a Jim Beamnek, ugye van nekem a szürke, időközben jött egy keki, és én annyira, ez a punc szín annyira szép, jó egyébként, én csak sportruhában szeretem az ennyire csajos színeket, de brutál, úgyhogy én már alapból úgy készültem, hogy fel is vettem. Megmondom őszintén, felsőből volt S-es, meg L-es, meg XL-es, pont a méretem az M-es nem volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát próba cseresznye, mivel alapból a derekamra mindig nagy az M-es, de én úgy éreztem, hogy itt fönt kell, hát pont jó így is az S-es, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, viszont ez jobban áll a derekamon, úgyhogy elgondolkodtam, hogy lehet, hogy kéne adnom az M-es felsőket, és akkor venni helyette egy S-es, na jó, majd még ezt kidolgozom. De egyébként brutálisan szép ez a puncs szín, tehát így élőben még sokkal-sokkal szebb, mint képen. Mutatnám egyébként, hogy miket rendeltem. Van itt egy-két újdonság is, szerintem én azzal fogom kezdeni. Hol is van? Mindjárt mutatom. Van egy ilyen, hogy articsóka kivonat. Most ezt azért rendeltem, mert olvastam a leírásában, hogy az anyagcserét serkenti, ami szerintem alapvetően se egy rossz dolog, de így a versenydiéta és a 3 hetes majdnem fekvés után, ugye, ami a műtét után volt, szerintem ez amúgy is jól fog nekem jönni. Úgyhogy ez az articsóka kivonat, ez az egyik újdonság. Aztán, ami még új volt, ez az L-metionin, ugye ez egy aminosav. Nem tudom, hogy korábban volt, de szerintem ez alapból is újdonság a Jim Beamnél. Ez pedig egy nagyon fontos alkotó eleme a kollagénnek, és ugye a hajbőr, nem a haj, a köröm és a porcok építésére szolgál. Viszont bocsánat, visszatérnék az articsókához, mert én azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, az epe működést is serkenti, és még a májra is jótékony hatással van. Úgyhogy még ezt el akartam mondani, csak mindig annyit beszélek, ha nincs jegyzetem, akkor katasztrófa vagyok. Aztán ezt már láttatok nálam múltkor, sőt jelezte is nekem valaki, ez a tiroid support, ez ugye a pajzsmirigy optimális működéséhez, vagy optimális működésével segít. Ez pont ahogy bemutattam utána, ez hiánycikk lett, én szerintem kicsit rácuppanhattatok. úgyhogy most megint van a webshopban, úgyhogy én is rendeltem, mert pont elfogyott talán egy hete. Úgyhogy ezt újra. Kalcium, ezt nagyon nem kell reklámozgatni. Szerintem ugye a csontok egészségében, erős csontokért nagyon fontos szerepe van, úgyhogy szerintem érdemes fogyasztani. D-vitamin, jaj, egyébként nekem ez a kedvencem, mert ebben 2000 nemzetközi egység van egy tablettában, és ugye nem tudom, tudjátok-e, a D-vitamin az nem csak a csontok, egészsége miatt nagyon fontos, hanem nagyon-nagyon hasznos vitamin az immunrendszer erősítésében. Talán még megkockáztatom, hogy fontosabb, mint a C-vitamin. Persze én azt javaslom, hogy mind a kettőt érdemes fogyasztani, de a D3 vitamin, főleg, hogy ha van mellette K2, érdemes mellé szedni egyébként, ha nincsen benne, vagy olyan multivitamint választani, mert van K2, mert ugye segíti a felszívódását. Omega 3, most bevallom nektek őszintén, én ezt a vadlazac olajat nyomtam, de valahogy ez a jó, majd beveszem, sokkal egyszerűbb nekem a kapszulás, vagyis hát ez a gél kapszula van benne. Én azt hiszem a 120 darabosat rendeltem, de ez nagyon-nagyon sokáig elég. Tudjátok, hogy az omega 3 mire jó, ugye? Tehát ez nagyon értékes zsírsavak, és nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ne legyen a gyulladások a szervezetbe, és egyébként az ízületek kenésében is fontos szerepe van. Aztán ezt már marvalén nem vettem, egyébként tök sokszor pont nem volt, ez a hialuronsav. Ezt, hát figyeljetek, elsősorban én a csajoknak javaslom, de egy kicsit igényesebb férfiak is nyugodtan, tehát ez a bőr és az ízületek számára is szerintem nagyon-nagyon hasznos tápanyag. Főleg olyan csajok, akiknek töltve van valamiük, arcuk, szájuk, stb., hogyha a hialuront fogyasztják, akkor ugye sokkal kevésbé megy ki az anyag, lassabban szívódik, és egyébként a hialuron, azt tudjátok, az ízületekben is van, tehát
Szerintem egyébként a fiúknak is tényleg nagyon hasznos lenne, tehát én azt mondom, hogy nem beszélnék le senkit róla, hogy rendszeresen fogyassza. Viszont megfelelő vízbevitel mellett. Oké. És itt van a két kedvencem, ezt mindig egyszerre mutatom. Tudjátok, van a Chrome, úgy hívják a webshopon a Chromium Picolinát, és van az Appetite Control, ami ugye az étvágy szabályozó. Én azt mondanám nektek, hogy ez a kettő pakba, ha egyszerre szeditek, akkor ezt az őrületes kívánóságot, amikor igazából nem is vagy éhes, de csak puziságokat ennél, na arra nagyon szuper, teljesen elmulasztja. Annyi van, hogy én úgy tapasztaltam ki, hogy a Chrome-ból naponta 4, az Appetite Control-ból napi 2 kellene bevenni, és nem csak akkor, amikor épp kívántok valamit, állandóan, folyamatosan, mindig. Azért érezhető volt, hogy egy pár napja már elfogyott. Én azt hiszem, egy 5 napja biztos, hogy elfogyott, úgyhogy becsúszott egy kis ez meg az, de igyekszem azért. Az asvagandám fogyott még el, és egyébként ezt kérdezték is, hogy mennyire javaslom. Én azt mondom, hogy folyamatosan, főleg akinek vagy stresszes az élete, vagy képes kattogni egy csomó minden, ez egy picit oldja egyébként a stresszt. Az asvagand egyébként egy adaptogén és gyógynövény. Az a baj, angolul van, de ha megnézitek a Jimmy oldalán, nagyon hasznos infók vannak még róla, egy egész oldal, tehát nagyon-nagyon sok minden. Én azt javaslom, hogy aki egy kicsit is kattogós típus, az nyugodtan használja. Én azért használom, mert csíny van. Tényleg. Oké, Fitchit. Ismeritek ezt a két csokikát, legalábbis mutattam már. Van egy harmadik íz, de nekem ez a kettő a kedvencem. Van egy ilyen, hogy étcsoki és vanília töltelék. Megmutatom, hogy néz ki. Ez engem a stracciatella fagyira emlékeztet. Emlékeztek ki a stracciatellára? Na, így néz ki egyébként. És megmondom őszintén, nem tudok egyet megenni, és szerintem olyan 3 részletbe szoktam megenni egy ilyennel, tehát úgy igazából, ha belegondoltok, gazdaságos. És proteinnel dúsított, tehát nem az van, hogy úgy, olyan, mint egy csoki, hogy teljesen haszontalan, tehát azért ebben még extrák is vannak, attól, azon kívül, hogy ugye úgy van, hogy 100 g-ba a szénhidrát 35 g, de a cukor csak 1,3, tehát nagyon-nagyon szuper, még azt mondanám nektek, hogy diétázóknak is tudom javasolni, de nem csak így magában, akár egy szapkására is el tudom képzelni, hogy így összevagdossátok ilyen darabokra, és akkor azt így szépen ráteszitek. És akkor van ennek egy másik íze, a fehér csoki kókusz. Brutál. Ez pedig ilyen szép fehér. Fehér, hát ilyen vajszínű igazából, de istentelenül finom. Hát elnézést, ezt most nem vesszük fel. Ki aztán? Van egy ilyen, hogy mogyoróvaj, ezt tudjátok, ismeritek. Ez a 900 g-os, én mindig a crunchy verziót szoktam venni, amiben ilyen mogyoró darabok vannak. Túl sok mindent nem tudok hozzáfűzni, magas fehérje tartalmú élelmiszer, és én igazából szinte mindenhez tudnám menni. Figyeljetek nagyon a mértékre majd, ha esetleg fogyasztjátok. Én azt mondom, hogy különben gazdaságos ez a 900 g-os kiszerelés. Aztán van egy ilyen mogyoróvaj a Jim Beamnek, hogy karamell fehér csokis verzió. Ez csak ilyen kis kiszerelésben van, ez ugye 340 g-os. Na hát ennek ellenállni. Emlékszem, a verseny után ugye rendeltem, és hát én három adagban megettem kanállal, bocsi, de ezt nem lehet kivírni, istentelen finom. Ilyen palacsintára, gofrira is el tudom képzelni, de el tudom képzelni kis kanállal elfogyasztva is. Aztán van nekünk egy ilyenünk, hogy kreatin. Biztos ismeritek a kreatint egyébként, energiát is ad, izomépítésben nagyon fontos szerepet játszik, és nem kell félni tőle a lányoknak sem. Azt mondják, hogy vizesi, viszont én úgy vettem észre, hogy engem nem. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen városi legenda, nem, tehát nekem nem sem bajom kreatintól, tényleg nagyon szuper táplálékkiegészítő, és nagyon sok ízben van, én jelenleg a zöldalmást rendeltem. Aztán én rendeltem a Vanavitának, van ez a előre főtt fekete babja, de egy másik márkát küldtek, szerintem valószínűleg pont elfogyott, de ez is szuper lesz. Az előző videóban azt hiszem, hogy mutattam is, istentelen finom és konyhakész. De ez teljesen ugyanolyan egyébként, ahogy elnézem. Aztán van nekünk Black Quinoa néven futó fekete quinoa.
tudjátok, a kinoa az egy gabonaféle, és nagyon-nagyon egészséges, tele van rosttal, és egyébként szerintem finom és hamar elkészül, ilyen zöldségekkel szoktam így összepárolni. Feketét még nem kóstoltam, de nagyon vagány, ahogy kinéz, hát kíváncsi vagyok, nyilván látjátok majd sztoriban, amikor csinálok belőle valamit, ki fogom tenni. Aztán van egy ilyen, hogy vörös lencse tészta, ugye ez nyilván teljesen vegán, tehát még tojás sincsen benne. Használtam már többször, nagyon finom, ilyen húsos szószokkal szoktam, de hogyha vegánok fogyasztják, akkor nyilván valamilyen állati eredetű, táplálékmentes, bármilyen kis tésztafeltétel el tudom képzelni. Aztán a Vanavita, az ugye a Jim Beamnek ez a biomárkája. Láttam, hogy van belőle kakaóbab, alig vártam, hogy rendelje, gondoltam valami brownie-ból, hogy valami bele lehetne rakni. Egyébként majdnem olyan ízű, mint a csoki darabok, és ugye teljesen természetes, nincsen hozzá nyúlva. Nagyon-nagyon kellemes, de akár el bírom képzelni egy diskásába is, kicsit földobjuk vele. Aztán van spirulina, ha, nem tudom hányszor mutattam már, de szerintem 6 milliószor tényleg, rengetegszer. Ez ugye 500 darabos, hogy körülbelül 3 hónapig szokott nekem elég lenni, azt hiszem. Naponta 6 darabot szoktam szedni, 3 délelőtt, 3 délután. A spirulináról annyit kell tudni, hogy ez egy szuper élelmiszer, egy spirulina nevű algafajtának ugye a porított verziója, semmi más nincsen benne, csak ilyen összetömörített alga. Én multivitaminnak szedem, tehát annyi minden van benne, hogy valami félelmetes, rengeteg. És a másik az, hogy ugye kiváló az immunrendszerem, úgyhogy szerintem egy másfél éve legalább rendszeresen szedem, úgyhogy csak ajánlani tudom. Remélem tetszett a videó, remélem elég kimerítő volt, ahogy itt elmeséltem, hogy mi minden mire jó. Tudjátok, hogyha Jim Beamtől rendeltek és a saját márkás termékeit tesztek a kosárba, akkor a GINA 5 kódot beírva 5% kedvezményben részesültök. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további kellemes napot kívánok, sziasztok!